A megalapozott gyanú szerint a 25 éves és 43 éves kunmadarasi férfi az elmúlt három hónapban összesen 18 lakott és lagatlan házba tört be Tisza Örsön és Tisza Szent Imrén. Volt, hogy nem vittek el semmit, de olyan is, hogy kipakolták az egész ingatlant elektronikai felszerelések, kéziszerszámok, gépek, ékszerek és régiségek akadtak a horgukra, több millió forintos kárt okozva ezzel a sértetteknek. A tiszafüredi nyomozók elfogták a két férfit, majd 18 rendbeli lopás elkövetése miatt hallgatták ki őket. A bíróság elrendelte letartóztatásukat.